Legutóbb beszélgettünk László Imrével, Új buda polgármesterével, akkor a járvány kezdeti időszakában voltunk. Azóta jó néhány hét eltelt. Polgármester urat, arra kérem, hogy értékelje az elmúlt hetek eseményeit, eredményeit, ha lehet így mondani. Hát bármennyire furcsa, még jelen pillanatban most is a járvány igazi kitörése előtt állunk. Tehát a tömeges megjelenése a betegeknek még nem következett be nem is azt mondom, hogy sporadikus, tehát egyes esetekről beszélünk, inkább szűk, pici alakultak ki ezek a fertőzések. Most jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy a megbetegedettek száma, tehát a pozitív teszt vizsgálatoknak a száma az 500 fölé emelkedett, a halottak száma elérte a 20-at. A kerületünkben jelen pillanatban, tehát a mai nap adatai tudom mondani, tehát április elsője, és sajnos ez nem rossz vicc, de a valóságban mégis az. 78-an vannak hatósági karanténba, és ebből a 78 emberből 13 tesztje pozitív, tehát fertőzött beteg. Na most azt kell mondanom, hogy messze menő következtetéseket ezekből a számokból több mint 500 fertőzött van, és a kerületünkben mi a helyzet levonni nem nagyon lehet, mert változatlanul alacsony az elvégzett tesztvizsgálatoknak a száma. Csak példaként említeném, hogy jó egy héttel ezelőtt, kb. tíz nappal ezelőtt Gulyás miniszter egy interjúban elmondta, hogy túl vagyunk a 6000 tesztvizsgálaton és az élet űzött egy tréfát ebből a kijelentésből, mert ugyanaznap az osztrákok bejelentették, akik lélekszámba, tehát lakosságszámba eléggé közel állnak Magyarországhoz, hogy naponta a kötelező jelleggel 15 ezer szűrést kell végrehajtaniuk. Tehát jelen pillanatban ez a helyzet a fertőzöttség, a megbetegedés oldaláról, Ellaposodni látszik a görbe, tehát egy hosszú időre kifutó járványos időszakkal számolhatunk. Én optimista módon úgy gondoltam, hogy május végére hasonlóan az influenza járványokhoz ez le fog csengeni, de szakemberek, azok, akik valóban epidemiológiával, járványtannal, virológiával foglalkoznak, ennek a járványnak a kifutását valahol nyár végére teszik eléggé kellemetlen, hiszen ez egy hosszú ideig történő intézkedés sorozatok föntartását vonja maga után. A kerület vonatkozásába azt kell mondanom, hogy működik a call center, ott egy telefonszám mögött kilencen ülnek folyamatosan, és rögzítik a hívásokat, elbeszélgetnek abban az esetben, hogyha csak kérésről van szó a betelefonálókkal, illetve fölveszik azokat a kéréseket, amit teljesíteni kell. Éppen ma reggel kaptam azt az értesítést, hogy 24 órán belül élelmiszerrel, gyógyszerrel kapcsolatos kéréseket teljesíteni tudjuk. Ez körülbelül naponta most, amikor még igazán a járvány nem robbant be, ez 130-160 hívást és annak a rögzítését jelenti. A másik oldalról pedig fölállításra került 8 depópont. Ezeken a pontokon a képviselők fognak vezetőszerepbe dolgozni, és önkéntesek segítségével a call centerből beérkező arra a területre vonatkozó hívásokat fogják teljesíteni, lett az élelmiszer, gyógyszer vagy egyéb más jellegű segítségkérés. Ön említette azt is, hogy két házi orvos is sajnos pozitív lett. Ők hogy vannak? Mind a kettővel beszéltem, természetesen ez nem egy fantasztikusan nagy dolog az embernek elemi kötelessége. Nem csak polgármesterként, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a kollégáimról van szó, akik valóban nem megfelelő felszereltség mellett a szó legszorosabb és legrosszabb értelmében a frontvonalban dolgoznak. Mind a kettő, ha tegyem hozzá az alapállapotot, egészséges ember, az egyik 52, a másik 55 éves, tehát nem abba a korosztályba tartozik, amit úgymond feltétlenül megtalál ez a vírus. Ők nyilvánvalóan őket úgy találta meg, hogy folyamatosan betegekkel találkoztak, és ennek megfelelően adott volt a hiányos védőeszközök mellett a fertőződésnek a lehetősége. Az egyik viszonylag enyhe tünetekkel vészelte át, a másik kollégám az meglehetősen megszenvedte. Ő egyébként a televízióba is nyilatkozott, és elmondta, hogy mindaz, amiről beszélünk, magas láz, rossz közérzet, tapfájdalom, még valahogy úgy fejezte ki magát, hogy még a haja is fájt. Tehát egy rendkívül kellemetlen, rendkívül kellemetlen közérzettel járó állapot. Karácsony Gergely bejelentette a napokban, hogy az egészségügyi dolgozók körében tesztelés, nagymértékű nagy tesztelés lesz. Persze ezek csak tippek, de polgármester úr, mit tippel, mi lesz ennek az eredménye? Nézze, hadd mondjam el egy szűk napomat. A szűk napom az a délelőtre vonatkozik, és választ erre a kérdésre is ebben. Reggel úgy kezdődik fél kilenckor, hogy az internet segítségével egy hálóba, Konferencia van az önkormányzat vezetésével. Mindent átbeszélünk, mindent, ami beérkezett az előző nap, információ, anyag, szükséges teendők, és mi az, amit csinálnunk kell aktuálisan, történetesen, ezen a beszélgetésen nem régen kerültem túl. A másik része 11 órakor a főpolgármester hálójába, audio, vizuális hálóba vagyok benne, ahol szintén, most már fővárosi szinten, de a kerületek irányából beszéljük át azokat a dolgokat, amit tenni kell. A főpolgármester még mielőtt a Soros Györgynek bejött volna ez az 1 millió eurós fölajánlása a főváros irányába, már eldöntötte azt, hogy egy külön alapot hoz létre, hogy az egészségügyi dolgozókat valamilyen szinten meg tudjuk védeni. Ennek egyik része a mondjam már az, hogy hagyományosnak tekinthető védőeszközbeszerzés, amit feladtak, a másik része pedig az, hogy elrendelte, hogy szűrővizsgálatot kell tartani. Akkor még, amikor nem volt ez a felajánlása Soros Györgynek, akkor úgy szólt ez a történet, hogy egy hónapon keresztül az a fedezet, amit erre tud a főváros biztosítani, az megoldja, hogy hetente az egészségügyi dolgozók, szociális területen dolgozók, mert azért szélesebb a kör, azok legalább a teszt szempontjából, idézőjelben mondanám, védelmet élvezzem, hiszen ez nem véd, ez csak megmutatja, hogy valaki kellemetlen helyzetbe került akarata ellenére, vagy hála Istennek nincsen szükség ahhoz, hogy aggódjunk érte? Ha már a védelemnél tartunk, Újbuda a saját költségén nagy mennyiségű védőfelszerelést, főként maszkokat rendelt, és meg is érkezett ez, ha jól tudom. A kérdésem arra vonatkozik, hogy mennyit jelent ez? Van-e ennek valami megnyugtató üzenete, illetve hogy mennyibe került, és hogy kikhez fog eljutni? Néze, azt kell mondanom nagyon őszintén, és itt, itt nincsen helye mellébeszélésnek, olyan helyzetet élünk, amikor csak az egyenes beszéd és a tisztességes, őszinte mondatok azok, amik elhangozhatnak, hogy hihetetlen erőfeszítés mellett is borzasztó módon akadozik ezeknek az eszközöknek a beszerzése. Például most kaptunk Kínából egy olyan tájékoztatást, két példát fogok elmondani erre, konkrét példát, ami a főpolgármester audiovizuális hálójába is elhangzott. Hogy a kisebb rendeléseket, hát most nézze, 50 ezeret rendeltünk FFP2-es, tehát vírus ellen védő maszkból, ez kicsinek minősül, ezeket folyamatosan a repülőtereken kisorolják, és a nagyobb tételek kerülnek elszállításra. Most magyarul ez azt jelenti, hogy az államoknak a rendelései azok, amik elsőséget élveznek. A példa, amit el akarok mondani, az az, hogy például Sankhájba hosszú ideje kint van egy rendelés a repülőtéren, és folyamatosan visszarakják. Folyamatosan visszarakják, mert ahogy elmondtam, kicsinek minősül a tétel, itt százezres tételről van szó. A másik pedig Angliába egy ilyen arisztokratikus egyszerűséggel hatalm lefoglalták azt a készletet, ami átrakásra került volna másik irányba, és egyszerűen hatósági járon közölték, hogy elszámolják az illetékesek felé, de Angliának erre szüksége van. Na most nagyon nem jó, hogyha ezekhez egyrészt borzasztó nehezen jutunk hozzá, másrészt pedig bizonyos országok esetében előfordul az, hogy egyszerűen lefoglalják a repülőtéren átrakásra szánt, más országba irányuló rakományokat. Tehát megtesszük ezeket a dolgokat, ahogy elmondtam korábban is, az a számla, az a forrás, amit erre biztosítunk fölőről nyitott, annyit fogunk költeni erre, amennyi szükséges, most már lassan közeledünk a 100 millió forint felé. De ezt úgy értse ön is, és a kedves nézők is, hogy ezt meg kell tennünk. Ez egy olyan kényszerpálya, ahogy szokták mondani, nincs alternatívája a döntésnek. Egyetlen egy meg kell tenni, és ezt tesszük. Segítsen nekünk, polgármester úr, néhány fogalom tisztázásában, Orvos parancsnok, ez mit jelent? <laughs> ez egy nagyon sajátos dolgot jelent. <laughs> Borzasztó nehéz eldönteni. Tudja, én 16 évi kórházigazgató voltam. Ebből 6 évet a Honvéd Kórház parancsnokaként töltöttem el. 32 évi katona orvos voltam. Tehát, hogyha valaki tisztában van azzal, hogy egy, egy militáns, egy fegyveres testület rendvédelmi szerv részéről mi mit jelent, akkor én nekem ebbe volt részem. Azt kifejezésre juttatták, hogy szakmai ügyekbe ezek a katonai parancsnokok nem szólnak bele. Hát még nagyon szerencse, mert a tájékoztatást az operatív törzs részéről leszámítva nagyon sok kritikát kapott, és jogos kritikát kapott országos tisztifőorvost. Két rendőrtől halljuk végeredménybe azt, hogy járvány ügyben ebben az országban mi történik. A katonai parancsnok a feltételek biztosításába kell, hogy szerepet játszon, tehát az lenne az igazi, ez nem teljesen egyértelműen bomlott ki, hogyha ők járnak el hatalmi helyzetből, a gyógyításhoz szükséges feltételek biztosítása területén. Tehát legyen egészségügyi anyag, legyen gyógyszer, legyen meg a szükséges műszer abban a gyógyintézetben, hogy a feladatát teljesíteni tudja. Inkább azt mondanám önnek és a nézőknek, hogy meggyőződésem, hogy ez semmi mást nem jelent, mint a központi akarat lokális, tehát adott helyen történő végrehajtását, tehát amit központból kapnak utasítást, tovább viszik a kórház vezetése irányába, és ellenőrzik ezeknek az utasításoknak a végrehajtását. Tehát központi akarat, tranzitálása az ellátópontok irányába. Egyébként katonai parancsnok életparadoxona, tudok olyan katonai parancsnokról, aki rendőr. Tehát úgy látszik egyébként, hogy itt sem minden esetben az teljesül, hogy valóban a honvédség állományából kerüljenek ki, mint ahogy a nevük mutatná. A másik nagyon fontos, amit jobb lenne tisztázni, mert azt tapasztalom, hogy ebben azért elég zavar van az emberek között. 11 éig szól a mostani kiárási korlátozás. Azt halljuk, hogy szerencsére sikerült ezt a görbét letompítanunk, tehát nem fogjuk megterhelni annyira az egészségügyet, hogy az ne tudja kezelni a helyzetet. Sokan hiszik úgy, vagy bíznak abban, hogy április 11-e után fellélegezhetünk. Márpedig, ha jól értelmezem, ez a két dolog pont, hogy kizárja egymást. Tehát ahhoz, hogy ez a görbe ne menjen fel, ahhoz még több türelemre és fegyelemre van szükségünk. Elmagyarázna ezt nekünk, hogy most akkor ez a kettő, hogy kér meg ennyit? Szerintem teljesen jól látja, teljesen jól mondta el, hogyha normálisan akarok valamit tenni, akkor mindig le kell tudnom reagálni úgy az adott helyzetet, hogy optimális esetben egy lépéssel előtte járjak. Tehát nem az, hogy megtörténik valami, és akkor teszek valamit, hanem megteszek valamit, hogy az a valami ne történhessen meg. Na most végső soron ugye ez a kiárási korlátozás, vagy éppenséggel a kiárási tilalom azt a célt szolgálja nevezetesen a személyi kontaktusok, találkozások lehetőségének a csökkentése, ezáltal a fertőzés terjedésének a lassítása, akadályozása. Az, hogy 11 éig szól, kitettek egy határidőt, nincsen vele semmi gond. Öhm. Itt végső soron két dolog is szerepet játszott. Egyrészt van egy határidő benne, amit meg lehet hosszabbítani. Másrészt az előzetes információk úgy szóltak, hiszen március 26-ától 26, 27, 28, 29 én fölgyorsult a pozitív esetek száma, mégpedig meglehetős gyorsasággal, és úgy tűnt, hogy rajzolódik a tényleges berobbanása ennek a járványnak, akkor viszont át lehet váltani, 11-e után, ez, ez valóban egy ilyen számítás volt a szakemberek részéről, egy kiárási tilalomra. Egy, kettő. Nagyon sokan követelték a kiárási tilalmat. Nagyon sok olyan felmérés adatait publikálták, amik arra utaltak nagy többséggel. 70-80 százalékos arányba, hogy az emberek szeretnék azt, Hogyha ez realizálódna. Így a kormány eleget tett ennek, hiszen egy olyan kiárási idézőjelbe tilalmat, korlátozást valóban vezetett be, ami azért 21 pontba foglalja össze a kivételeket, az, hogy mit lehet tenni, hogy az éppenséggel ne legyen. És innen át lehet váltani a kiárási tilalomra. Már nem fogja az embereket egyik pillanatról a másikra sokszerűen élni egy nagyon komoly, tilalom, hiszen már volt egy lájtos felvezető szakasza ennek a lépésnek. Meglátjuk egyébként, egészen biztos vagyok benne, hogy a járvány ütemének az alakulása fogja eldönteni, hogy a korlátozást meghosszabbítják, vagy éppenséggel tilalmat vezetnek be. Végezetül mit javasol? Mihez tartsuk magunkat? Mikor? Mit várjunk? Mire készüljünk? Lehetőség szerint kerüljük a személyes kontaktust. Ugye, ha látják, én rajtam is ez van, borzasztóan nem jó. Beleízzad az embernek a keze. A maszkot, ha használjuk, az sem ugye a mindennapok megszokott viselete. De kell, hogy védjük magunkat, kell, hogy az embertársainkat is védjük. És valóban azt tudom mondani, hogy aki csak teheti, mi az önkormányzatban így dolgozunk, ez a home office rendszerbe, aki csak teheti, az maradjon otthon. Mi pedig megpróbálunk segíteni ezzel a call centerrel, a depópontokon és az önkéntesek közreműködésével. Nekik már is köszönöm azt, amit nyújtanak, a kerület lakosságának pedig köszönöm a türelmét, nagyon jó egészséget kívánok, és vírusmentes hónapokat minden családnak. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.